Bár a Mi-8 típusú helikopterek igazi magyarországi otthonának a valamikori Szent Király szabadja légibázisa tekinthető, a legendás szovjet orosz technika nagyon is kötődik szónokhoz. Az első ilyen típusú közepes szállító harci helikopter 1969. február 12-én érkezett Magyarországra. Első nyilvános bevetése az 1970. április 4-ei díszszemle volt, amikor is egy 8 gépből álló kötelék húzott át Budapest felett. Az évtizedek alatt 40 ilyen gép a magyar néphadseregben, illetve a magyar honvédségben. Megbízhatóságára jellemző, hogy ugyan hét gép balesetben megsemmisült, csak egyetlen egy esetben okozta műszaki hiba a vesztét, a többit emberi mulasztás. 24 fegyveres desszantolására volt alkalmas, vagy az üléseket felhajtva 12 sebesültet is képes volt szállítani. 1984. március 1-én megalakult a 89. vegyes szállító repülő ezred állományában Mi-8 helikopterekkel. 1991-es magyarországi látogatása során második János Pál pápát is mi nyolc helikopter szállította. 2002. júliusában megszűnt a bakony harci helikopter a forgószárnyas technika szentkirály Szabadjáról szolnokra települt. A helikopterek az újabb átszervezést is túlélték. 2007-ben ugyanis a 86. szolnoki helikopterezred is megszűnt, majd megalakult a ma ismert MH86. szolnok helikopterbázis. Azonban a géppark öregedett, a technika változott, egyre kevésbé érte meg fenntartani a miket, amelyek közül 2021-re már csak egyetlen egy volt repképes állapotú. Ekkor már bőven zajlotta a személyi állomány átképzése az új technikára. 2019. november 18-a az új korszak fontos dátuma. Megérkezett az első két H-145M típusú helikopter a szolnoki kifutóra. Az Airbus-tól 20 ilyen gépet rendelt a magyar védelmi tárca. 10 gép általános feladatú szállító, 5 kutatómentő, 5 pedig felfegyverezhető, de mindegyiknek változtatható a felszerelése az adott feladat függvényében. A 21. századi katonai elvárásoknak megfelelően a cél ezekben a gépekben már a pilóta sisakjában működő úgynevezett display technológia segíti. Az új technológiát kezelő személyzet hamar okos tojásnak keresztelte el a h 145 ösöket de ennek a rendhagyó keresztelőnek semmiféle pejoratív mellékhangja nincs. Az új helikopterek minden szempontból megfelelnek az okos eszközök felé támasztott elvárásoknak. 52 évnyi szolgálat után a mi 8 nyugállományba vonulnak.